Hetente egyszer egy órában az elektronikus zenéket kedvelők műsora az Elektro. Múlt héten a műsorban egy órán keresztül a Drum & Bass-szel foglalkoztunk, és szombaton Szentendrén teljesen véletlenül egy hatalmas nagy Drum & Bass partit tartottak, ahol Magyarország legjobb DJ-i vonultak fel. A sztárvendég Angliából érkezett DJ Storm személyében. Vele a szállodában beszélgettünk. Nem csak ő miatta lesz érdemes itt maradni a tévé előtt, hanem azért is, mert a Z Plus történetének egyik legérdekesebb eseményével is találkozhattok a mai műsorban. Egy 20 perces mixanyagot láthattok majd a műsor harmadik részében, amit DJ Budai készített csak nekünk és persze nektek. De persze lesz ma este még parti ajánló, és megpörgetjük a hét legizgalmasabb lemezeit is, úgyhogy mindjárt indulunk DJ Storm-mal. DJ Storm nem csak arról híres, hogy szinte ő az egyetlen női DJ a Drum & Bass-ben, hanem arról is, hogy szinte verhetetlen zenei tudásban. Goldie pártfogoltjaként mind a mai napig a legfontosabbnak számító Metalheads kiadónál jegyzik a nevét. Chemistry nevű barátnőjével pedig történelmet írtak, két női DJ a pult mögött,
nem mindennapi esemény. Chemistry, mint ahogy azt gondolom, tudjátok, néhány éve balesetben meghalt. DJ Stone viszont azóta is gőzerővel dolgozik, és az az élet célja, hogy minél népszerűbbé tegye a drum and bass-t. És ugyan DJ Stone fellépéséről sem hang, sem kép anyagunk nincsen, mivel a szervezők egyetlen videókamerát sem engedtek be a tánctérbe, ennek ellenére a szállodába beszélgettünk vele. Itt játszani ma este borzasztóan izgalmas a számomra. Úgymond ilyenkor hirdethetem a drum and bass igéjét, hogy milyen zenék is készülnek manapság Angliában. Izgalmas új zenéket fogok majd mutatni, és persze ilyenkor kicsit fél az ember, ha új helyen játszik, hogy működnek-e majd a zenék, lesznek-e elegen, ismernek-e engem. Hát, és persze mindig izgulok a fellépések előtt, bárhol is játszak. Azt hiszem, hogyha ez elmúlna, már hogy ez a drukkérzés, akkor komolyan aggódni kezdenék, mint hogyha valami nem lenne teljesen rendben. Én azért nem álltam elő eddig saját zenével, mert egyszerűen nem volt rá időm. Még a pályánk kezdetén Chemistry és én megfogadtuk, hogy kitartunk a DJ-zés mellett, hogy ezzel fogunk hírnevet szerezni magunknak. Már akkoriban is mindenki azt hajtogatta, hogy ha igazán híresek akarunk lenni, akkor nincs mese, saját dalokat kell készítenünk. Nem, gondoltuk, nekünk ez nem fekszik. Mi igenis, mint DJ-k akarunk nevet szerezni magunknak. És ugyan csináltunk egy dalt Rainforce-nál, jött ki pár évvel ezelőtt, de jó kis tanulópénz volt. Megtanultuk, hogyha igazán jó dalt akarunk csinálni, akkor magunk kell, hogy a hangmérnöki munkát ellássuk. Aztán az események közbeszóltak, mert 95 táján Goldinak szüksége volt valakire, akire rábízhatta a Metalheads kiadó ügyeit. Ez a valaki meg élettem volna, így aztán végképp semmi időm nem maradt a stúdiózásra. A kiadó elvette minden időmet. Most pedig úgy érzem, senki és semmi nem sürget, hogy producerként is dolgozni kezdjek. Nekem ugyanis már sikerült bebizonyítanom, hogy nem kell ahhoz saját zene, hogy nemzetközileg elismert DJ legyél. Annyi a lényeg, hogy ebben a bizonyos művészetben, a DJ-zésben elég tehetséges legyél. És elmondhatom, hogy azon kevés DJ-k egyike vagyok, aki tényleg nagyon sokat kever és nagyon sokat. Azt játszom, amit épp a legjobban szeretek, amit szeretnék továbbadni másoknak. És mondják, hogy a DJ-k alapvetően maguknak zenélnek, de én ezzel egyáltalán nem értek egyet, és abban hiszek, hogy nem szabad alábecsülni a közönséget. Megesik, hogy egy este mondjuk 5 DJ is játszik, és mit hallasz, hogy mindegyik ugyanazt a zenét játsza. Nekem arról szól lesz, hogy tágítsuk a határokat, hogy a drum and bass különböző ágait ismertessük meg az emberekkel. Ez a legérdekesebb része az egésznek. De ez nem okoz akkora feltörést. És persze mindig is volt és lesz néhány metalhead kiadvány a táskámban, akárcsak Dillinger, Lemon D és Digital, mert együtt nőttünk fel, közel állnak hozzám. De azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt fél évben arra törekedtem, hogy minden létező kiadótól lejátszak valamit a szettjeimben. Régebben azért ez egyáltalán nem így volt. Most, mintha megint kezdene magához térni a drum and bass, ami baromi jó érzés. Az egyik zenében two-step hangzást hallasz, a másikban vokálokat, aztán itt a bassline, és akkor ezeket összemixeled, végre egy eredeti drum and bass hangzást hallasz, ami igazán jó érzés, mert olyan sokáig egyetlen hangzás határozta meg az egész stílust, hogy jól látni végre a fejlődést. És azt is komolyan hiszem, hogy a következő év nagyon izgalmas lesz a drum and bass számára. Tudod, amikor jól érzem magam a táskámban lévő lemezekkel, amikor tudom, hogy órákon át tudok játszani, akkor érzem azt, hogy igazán él a műfaj, hogy büszkén merem vállalni azt, amit játszom. Ilyen periódust élünk meg most, és az elmúlt fél évben is, azt hiszem. Örülünk a zenének. Ma este is azon töröm majd magam, hogy minél többet le tudjak játszani a zenékből. Kapkodom majd magam egész éjjel. És még így is maradni fog egy-két lemez a végén, amit sajnos majd nem lesz időm felrakni. Oh, I didn't play that one, you know. Piece by piece I try to see the reasons why people live a lie, try to understand. The DJ
A jó DJ arról ismerszik meg, hogy figyel arra, hogy mindenkinek játszom valamit a közönségből, hogy mindenre sort kerítsen a szettjében. Én is játszom sötétebb zenéket, de játszom énekes számokat is. Nálam ez úgy történik, hogyha hallok egy jó zenét, egyből arra gondolok, hogy hogyan is tudnám megváltoztatni a hangzását egy mixben. Ezt hívom én művészetnek. Ha játszom egy sötétebb zenét, akkor egy olyat keverek rá, ami sokkal finomabb és lágyabb. Ettől egészen máshogy szól majd a mixben. Egy újabb megközelítése a zenének, egy újabb érzés, mert a drum and bass számomra erről szól, különféle érzésekről, és épp ezért működik a világon mindenütt. Az emberek olyan hangokat hallanak benne, amihez kötődni tudnak. Meghallanak egy olyan hangot, ami néhány éve már felcsendült valahol, és megismerik a vokáldarakát. A drum and bass olyan stílus, ami mindenből csipeget, és így mindenkinek képes adni valamit. Mindenkinek olyat, amit élvez. Aki nem szereti, azt talán csak azért nem, mert olyan gyors a zene, és nem értik, hogy miért ez a tempó, hogy hogyan kell rá táncolni. És igaz, hogy soha nem kerül fel egy ilyen zene a slágerlistára, de már nem kell sokat várni. Goldi például már majdnem elért erre a szintre, hiszen az Inner City Life 21. lett a slágerlistán. Még néhány év, és ez sem lesz elérhetetlen. Azért is, mert megint jönnek vissza az énekes zenék. A zenészek nem félnek többé attól, hogy vokálokat használjanak. Mert az éneket mindenki érti, és emlékeztet arra a régi vágású felállásra, hogy van egy énekes és van egy zenekar. Ma már máshogy van. Itt áll a DJ, és nincs zenekar. Így aztán valamit adni kell a közönségnek, amit könnyedén ért és felfog. Bye.
Sektor által is említett digitál. T-Love, I'm about to show these bitches that I'll die for this. T-Love, I'm about to show these bitches.